Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm mostani vendégünket, dr. Cejzel Endrét, orvos genetikust, és tisztelt közönséget, ez a Libris Szalon, a Litera Irodalmi Portál beszélgetései. Ez most a könyvfesztivál alkalmával az utolsó beszélgetésünk lesz. Mostani vendégünk Cejzel Endre, akinek legalább 5 könyvét megtalálják az itteni polcokon. Egy irodalmi portál számára elsősorban most azért lehet fontos, legalábbis én ilyen kérdést szeretnék önnek feltenni, ami ezzel kapcsolatos, az irodalommal vagy az írókkal kapcsolatos, mert hogy ön a művészek életét, genetikáját is kutatta, foglalkozott költőgéniuszokkal, zeneszerzőgéniuszokkal, de foglalkozott tudósokkal, festőkkel. A költőgéniuszokról a 90-es években írt egy tanulmányt, és ott 16 költőgéniuszt vizsgált, az ő életüket. Azt ennek a tanulságairól szeretném kérdezni, és arról, hogy kik voltak ezek. Én orvos vagyok, és 50 éves pályám végén, kicsit ilyen hobbiként szerettem volna megismerni az élet naposabb oldalát, mert én nagyon sok betegséget, meg rendellenséget, meg halált láttam, és akkor én naívan úgy képzeltem, hogy az élet naposabb oldala a géniusz, aki olyan szerencsés, hogy olyan genetikai adottságokkal jön a világra, hogy egy kivételes klassznak, a géniuszoknak lesz tagja. Meg kell mondanom, hogy aztán kiderült, hogy nagyon naív voltam, mert ahogy megismertem a géniuszok életét, rájöttem, hogy minél kivételesebb valaki, tulajdonképpen annál nehezebb a társadalmi sorsa. És most a költőkre rögtön utalva az, hogy azért Petőfi 26 éves korában hal meg, Csokonai 30, József Attila 32, József Attila 35, Balassi Bálint 40, most az öreg madács, el sem akartam hinni, az 41 éves korában halt meg, Ady Endre 42. Tehát kiderült, hogy ez egy naivitás volt. De ez azért izgatott engem nagyon, mert az ógörögök ott 3000 évvel ezelőtt már azt mondták, hogy van néhány olyan speciális tehetségforma, amire születni kell. Tehát, hogy valaki géniusz legyen, az nem a tanulástól, nem a társadalmi körülményektől, hanem hogy arra születni kell. Na most, ugye ez a költőknél azért volt nekem nagyon furcsa, mert ha az ember úgy végig gondolja, hogy kik voltak mondjuk Petőfi Sándornak a szülei, ugye egy szlovák mészáros és egy analfabéta cselédlány, vagy hogy ki volt József Attilának a szülőpárja, egy ide tántorgó román szappalmunkás, és egy cselédlány, egy kun cselédlány, Bőce Borbála, hát akkor az ember úgy nem érti, ugye, mert hogy születni kell, ebbe az van benne, hogy hát a gének. És aztán rájöttem arra orvosként, hogy valószínűleg a gének, csak nem úgy, ahogy az emberek képzelik. Mert az emberek általában azt képzelik öröklődésnek, hogy ami, ha bennem is van, akkor az apámba is, vagy az anyámba, vagy a nagyszülőkbe. Na most ezzel szemben azt tudjuk, hogy a genetikai betegségek 80%-a az derültékből villámcsapásként jön, mert hogy 25 ezer génpárunk van, és mindannyian hordozunk 5 hibás gént, de az lappang bennünk, mert ha itt van a hibás gén, ott van mellett a jó és elnyomja. De ha véletlen 2 olyan ember nemz gyermeket, aki ezt azonos helyen hordozza, akkor derültékből villámcsapásként ez összetalálkozik, és lesznek súlyos betegségek, és ez volt az én modellem a költőkre is, hogy igen, a szülőkben úgy látszik, nekik persze erről fogalmuk sincs, de lappang bennük ez a gén, és akkor egyszer csak összetalálkozik, és lesz egy Petőfi Sándor, meg lesz egy József Attila, és hát ez a többieknél is úgy nagyon bevált, mert a 16 kérdezte, hogy kik voltak, hát hagyd ne mondjam el, Balassi Bálintól Nagy Lászlóig, hogy nem volt olyan közöttük, akinek a szüleje költő lett volna, sőt, hát megint csak Ady Endrére utalok, hát édesanyja mondta, hogy biztos nagyon jó költő vagy fiam, de én nem értelek téged. Tehát
szó nem volt arról, hogy még olvasták is volna, és akkor tényleg derült égből villámcsapásként, jönnek ezek a költőgéniuszok, és aztán el is tűnnek. Szóval erre a modellre az jellemző, hogy a gyerekeikben mondjuk az Arany Lacika az a kivétel, meg az Arany Lászlónak azért ott van egy fia, de hogy ez újra eltűnik. Tehát ez volt az üzenet számomra, hogy egyrészt a költőgéniusság igen, genetikai eredetű, de egy nagyon különleges, másodszorban, és ezt mindig hangsúlyozni kell, hogy itt mindig a géniuszokról van szó. Mindenkit meg lehet tanítani rossz verseket írni. Mindenkit meg lehet tanulni rajzolgatni. Mindenkit meg lehet tanítani az egyszer egyre. De hogy valaki József Attila legyen, hogy valaki Bartók Béla legyen, hogy valaki Bolyai János legyen, hogy valaki Munkácsi legyen, ahhoz bizony speciális gének kellenek, és aztán ebből adódik az a furcsa dolog, mert ugye előbb elmondtam, hogy ez a genetikai modell a költőknél, ez jól letapintható a genetika szabályszerűségei alapján, persze nem elég jó költőnek lenni. Azt Ady Endre szépen megmondta, hogy új időknek új dalaival kell betörni, tehát hogy a kreativitásra is szükség van. Nem elég szép verseket írni, új verseket kell írni. Azok lesznek a költőgéniuszok, és itt jön be egy nagy gond, hogy bizony a kreativitás az egy ilyen eredeti, nagyon szokatlan gondolkodással, nonkonformista magatartással, őket nem nagyon érdekli a világ, ők csak magukat akarják megvalósítani, sok a konfliktusuk, önpusztítóak. Hát azért a magyar költő, ha nem iszik, akkor már nem is igazi költő. És hát az, hogy a 16 közül mindegyik erős dohányos volt, és hát azért még öngyilkosak is lettek köztük. Szóval rájöttem arra, amit Mauro mondott, hogy a kivételes tehetség az nem áldás, az Isten áldás. Igen, mondja is valahol, hogy átlagosnak lenni jó. Itt valóban aztán tovább ugye vizsgál 24 költőt, és pontosan a betegségeken, meg ezeken, amiket most elsorolt, ezeken megy végig. Azon gondolkodtam el, miközben ezt olvastam, hogy olyan tünetek, vagy olyan jellegzetességek ezek, amelyek nem is csak kizárólag a géniuszokat jellemzik, hanem amit az előbb fogalmazott. Érdekelne, tehát, hogy általánosabb jellemzővé vált, sajnos úgy érzem az irodalomban. Érdekelne az is, hogyha mesélne. Erre hagyd mondjak önnek valamit. Költőgéniusznak lenni az egy kivételes adottság. Inni, cigarettázni, önsort rontani, mindenki tud. Ez könnyű. Van önnek egy elmélete az öröklődésről, hogy a tehetség hogyan öröklődik. Az egyik típusú az a piramis jellegű, a másik pedig a gejzír-szerű. Tehát már ilyen jól megtanult, a költő az a gejzír. Tehát ugye, ahogy mondtam, a szülőkbe sehol, gyerekekbe eltűnik. Jön, egekbe megy és eltűnik. Na most ezzel szemben a zeneszerzők teljesen mások. Hát ugye Johann Sebastian Bach családjában mindenki muzsikus. 67 muzsikus van, de az Erkel család is 8 generáció. Azért Beethovennek az apja is, és a nagyapja is, Mozartnak az apja. Liszt Ferenc, ugye most éppen ünnepeljük, hát a nagyapja csak szép hangú kántor volt, temetőbe énekel, de a fia már muzsikus, más dolog, hogy nem ért meg belőle, és hát ezért azért agrár is volt, agrárnőnök is volt, de ez nagyon jellemző a muzsikusokra, hogy mondjuk a nagyapának jó hangja van, a fiát már tanítatja, az unoka lesz a géniusz, és aztán megy vissza. Tehát ez egy ilyen tipikus piramis modell. A költő az a gejzír, és hát látom, itt vannak a festők. A festők megint egy teljesen más. Megint az a 20 festő, akit feldolgoztam, Zicsitől Kondor Béláig. Egynek nincs, akinek a szüleje festegetett volna. Viszont a gyerekeik, a fiú gyerekeik 50%-a az festőművész. Most ilyenkor azért olyan nehéz helyzetben van a genetikus, mert nyilvánvaló azért lesz valaki festőművész géniusz, mert jól jöttek össze, mert megint csak azt kell mondani, rajzolni, festegetni mindenki tud, de nem úgy, mint Szinnyei, vagy nem úgy, mint Csontváry, vagy nem úgy, mint Munkácsi.
de ha már benne összejött, ugye a gyerekeinek jó gént ad át, ráadásul ott van a családi minta, az a gyerek ott nő föl a műterembe, és hát azért a szülő mindig a legjobb pedagógus is. Hát ezt nagyon nehéz elkülöníteni, hogy most miért van az, hogy Ferenczi Károlynak mind a három gyereke festőművész, miért van az, hogy a Színyeinek a lánya festőművész, miért van az, hogy a Farkasnak mindkét fia festőművész, a harmadik az építőművész. Tehát ezt mi úgy hívjuk, hogy alapító effektus. Tehát ha egyszer már bejött a szülőknél, akkor a gyerekekre nagy hatással van. Na most ez azért érdekes egy kicsit, mert végül is a kutatásaink azt igazolják, hogy a 10 kivételesen tehetséges gyerekből közül egy, aki kivételes talentum lesz. Tehát aki valóra tudja váltani a tehetségét, tehát istentelen elpazaroljuk. Pazaroltuk a tehetségünket, és megint itt a festőknél nagyon szomorú, hogy amikor megnézem, hogy a külföldön közzé tesznek ilyen világranglistákat, az első 50 között nincs magyar festőművész, az első 500 között kettő van, az egyik Moholy Nagy, László, a másik Bazarelli. Tudjuk, hogy kicsodák, de hát azért a mi szemünkben mégiscsak egy Munkácsi, egy Színyei, egy Egri a nagyfestő, de ők a világhíresek. Erre van egy szomorú mondás, amit a tudósok mondtak, hogy egy magyar akkor lesz világhírű, ha tudja a magyar titkot, hogy időbe kell lelépni. Mert hogy külföldön lesznek csak igazából világhíresek. Aminek egy nagyon szomorú az üzenete. Mert én azt gondolom, hogy ha nem értjük ezt meg, hogy a legnagyobb természeti kincsünk pont ezek a géniusz palánták, és ugyanúgy, mint a tudósok, ezek mind elmennek, hiszen az egyetlen magyar Nobel-díjas tudós sem halt meg Magyarországon. Mindegyik elment. Akkor azért ennek a nemzetnek szomorú lesz a sorsa. Mert én orvosként tudom, hogy ha egy emberi testből hiányzik az agy, az vegetál. Hogy ön a kutatásai nyomán nyilván rengeteg tanulságra lehet, és nagyon sok izgalmas, kivételes, fontos dolgot fedezett föl, vagy következtetéseket mond le. De mit lehet ezzel kezdeni? Van-e valami plusz értelme, vagy jelentősége? Mondjuk számomra ez egyértelmű, tehát csak folytatom ezt a gondolatot, hogy ha elfogadjuk azt, hogy a tehetség és a kivételes tehetség a legnagyobb természeti kincsünk, akkor úgy kéne rávigyázni, mint a szemünk világára, és hát nem vigyázunk rájuk. Nem vigyázunk rájuk, ugye én orvos vagyok, és ugye itt van szegény Semmelweis Ignácom, akit ugye úgy tanultam az egyetemen, hogy hát ő a legnagyobb magyar orvos, ő megmentette az anyák életét, tényleg. Nem tudom, tudják-e, hogy Semmelweis korában minden tizedik szülőnő belehalt a gyermekvállalásban. És ráadásul még 11 gyereket is szültek, úgyhogy innen jött, hogy a felnőtt idős lakosságban férfi többlet volt szemben most. És akkor úgy tanultuk mi ezt, hogy hát szegény megőrült. Aztán előkerültek a 90-es években azok a dokumentumok a Pécsi Pszichiátriai Intézetből, mert kiderült, hogy Semmelweis nem örült meg. Csak Semmelweis is egy kreatív géniusz volt, aki összeférhetetlen ember volt, és hát a professzor társai szerettek volna megszabadulni tőle, mert lejáratja a Budapesti Egyetemet, és ezért azt mondták neki, hogy már nácikám, úgy belefáradtál a hiába való harcba, hogy menj el Gräfenbergbe, Prisznitzen egy kicsit pihenni fürdőterápiára, és akkor a náci úgy örült, hogy milyen rendes kollégái vannak, hogy vigyáznak rá, és akkor becsalták egy pszichiátriai intézetbe, nem mondták meg neki, hogy az az, és akkor ő onnan haza akart menni, hát nem engedték. Elég erős pali volt, 47 éves, úgyhogy először csak hárman verekedtek vele, aztán hatan, és Semmelweist megölték, agyonverték. 7 nappal később halt meg, most előkerült a boncolási edzőkönyve, alsó végtagjai 4 helyen vannak eltörve, a bordái mindenütt. Tehát a legnagyobb magyar orvosnak az a sorsa, hogy megölik.
tegnap előtt voltam egy gyógyszergyári rendezvényen, hát végülis egyetlen egy magyar gyógyszergyár van, amely túlélte ezt a nagy kapitalizmust, a Richter Gedeon. 1901-ben Richter Gedeon alapította, csak olyan döbbenet volt számomra, hogy a Richter mostani vezetői ódákat zengtek Richter Gedeonról, megérdemelte, csak hát azt nem mondták el, hogy 1944-ben a Dunába lőtték, mint zsidót. Tehát, hogy a magyar géniuszok, ahogy Ady Endre már elmondta, olyan magyar messiások. Kicsit nem akarok túl pessimista lenni, de előbb-utóbb úgyis keresztre feszítik őket. Hát ezt kéne megtanulni talán, hogy nem keresztre feszítés, hanem talán védelem illetné meg ő. Mind dolgozik most? Ez egy egyszerű kérdés. Mivel foglalkozik, vagy mi izgatja most? A rendszerváltással nem vagyok nagyon megelégedve, sokkal többet vártam magunktól, de egy pozitívum van, és ezt ki kell emelni, hogy 1996 óta megindult a pedagógus képzésben egy olyan speciális szak, hogy azok a pedagógusok, akik kivételesen tehetséges gyerekekkel akarnak foglalkozni, azok kapjanak egy speciális szakképzettséget. Ez egy 2 éves. Ez Debrecenben indult. Ugye ez azért megint egy nagy paradoxon, mert ugye ha megnézzük így a gyerekek értelmi képességét, 2/3 átlagos, 95% átlagos és átlag körüli, és ott van a két szélén, alul az értelmi fogyatékosok, és felül a kivételesen okos gyerekek. Na most ezek, a kivételes okos gyerek ugyanúgy nem fér bele az átlagosok tantervébe, mint az értelmi fogyatékos. De annak 120 éve van már iskola rendszere, külön pedagógus képzése. De pont a legnagyobb érték a kivételes tehetség, a géniusz palánták, a sem. És hát ott most 96 óta van egy ilyen képzés, most már Budapesten is, Győrben is, most már 1100 pedagógus szerezte ezt meg. És ez egy nagy dolog, hogy végül is a pedagógus ne fedezze fel a spanyol viaszt, hanem vegyük át, amit a világ az elmúlt 50 évben kitalált, hogy hogy kell bánni a géniusz palántákkal. És mivel, hogy a görögök azt mondták, hogy 4 ilyen kivételes, speciális tehetségforma van, amire születni kell, a költő, a zenész, a festőművész és a matematikus, én ezt a 3-at már földolgoztam, és a hallgatóim, tanárok, sokkal matematikus köztem, mindig mondták, hogy mivel a matematikusokkal. Hát most azokkal foglalkozom, hogy karácsonyra fog megjelenni. Hát meg kell mondanom, nagyon nehéz. Pedig a matematikusoknak nincs élete, csak képlete. És olyan képletek, hogy bevalljam, nem értem őket. Mert úgy írni emberekről, hogy igazából... És az a döbbenet, hogy például most Rényi Alfréd, óriási matematikus volt, a lányával, ilyenkor fölveszem a kapcsolatot, és még a nagyszüleit se ismeri. Ugye az én vizsgálatom alapja a családfa, hogy abból indulok ki, úgyhogy nagyon nagy gondba vagyok. Aztán van egy másik gond, ami hát egy érzékeny magyar társadalomban nem könnyű kimondani, hogy mondjuk a 15 legnagyobb matematikus közül 14 a zsidó származású. Bolyai János a kivétel. De hát ugye a 10 Nobel-díjas közül is 7 zsidó származású. És azért ez genetikailag nagyon érdekes, mert biztos vagyok benne, hogy a zsidóságnak nem jobbak a génjei, csak valahogy a zsidó kultúra sokkal jobban ért ahhoz, hogy a gyerekből hozza ki a maximumot. Mert hogy tudják, hogy a nem Adidas tornacipőt kell venni, meg nem tudom milyen bájkot, hanem a legmagasabb szintű iskolai végzettséget kell biztosítani. És hát ezt azért a magyarok még olyan nagyon nem tudják, és ezt például meg kéne tanulni, hogy ez lenne a legfontosabb. Tehát most a matematikusokkal bajlódok, már úgy közel vagyok a végéhez, de ez egy sokkal keservesebb munka volt. Mert ugye az ember Bartókot érti, meg hallgatja, Munkácsit nézem, Vörös Martit azt olvasom, és még értem is, de Fejér Lipótot, a Fourier soraival, 8 oldal képlet, hú. Szóval már sokszor gondoltam, hogy abba kéne hagyni, de hát azért ebbe csökönyös vagyok, úgyhogy ezt befejezem.
Sok sikert a munkájához. Nagyon szépen köszönöm önnek a beszélgetést. Czerzel Endrét hallották. Mi befejeztük ezt a beszélgetés sorozatot. A Litera Irodalmi Portálon lehet ezeknek a beszélgetéseknek a felvételét megnézni. Majd www.litera.hu, ott találják.